Sziasztok, Kovács Gergő vagyok, és a Beauty by the System videóját látjátok. Minél most kozmetikus sorozat, nem csak kozmetikusoknak. A minap alkalmam volt egy beszélgetésben felhozni azt a régi tézist, és bocsánat, de nem tudom szó szerint idézni, hogy ami úgy hangzik, hogy nagyjából úgy hangzik, hogyha beszélsz, ha valakiben jó benyomást keltettél, ugye az majd egy embernek mondja el a jó híredet, ha valakiben rossz benyomást keltettél, az majd 10 embernek adja át a rossz híredet. Ugye van valami ehhez hasonló elmélet, tézis, megfigyelés, kutatás, nem tudom minek nevezem, de egy a lényeg, hogyha ha jók vagytok, jó szolgáltatást adtok és dicsérni fognak titeket, azt minden vendéget átlagosan egy valakinek fog dicsérni a közeljövőben, és hogyha pedig valami katasztrófát csináltatok a vendég szemében, akkor meg átlagosan 10 embernek fog majd szidni a közeljövőben. És erre mondta nekem valaki, amikor ezt fölhoztam, hogy ezzel kapcsolatban nem tudom már kivel beszéltem, minden lényegtelen. Amikor beszélgettem erről, tehát akkor felhoztak, jó, de negatív reklám is reklám. Én ezt kimondottan utálom, ezt a dumát, hogy a negatív reklám is reklám, mert ez nem igaz. Tehát abban az aspektusból, hogy valaki pénzt akar szerezni azáltal, hogy jó szolgáltatásokat nyújt, és közben ajánlásokat kap, szájról-szájra hagyomány útján, vagy éppenséggel egyéb forrásokból bejönnek neki vendégek, senki nem fog bejönni azért, mert szítták a szolgáltatásokat. Nem lesz olyan ember, aki azért fog bejönni, mert azt mondták, hogy ha ismerlek, tudom, az egyik rokonom halálra szídott, igen, ezért gondoltam, hogy hozzád bejelentkezek. Az egyik rokonom mondta, hogy mennyire semmit nem ér nálad a kezelés, ezért gondoltam, hogy hozzád bejelentkezek. Nem fog ilyen ember jönni. Tehát erre ne számítson senki. A negatív reklám nem reklám. A negatív reklám egy információ közlés arról, hogy te létezel, és mellékesen szar vagy. Már bocsánat. Tehát létezel, és nem jó, amit csinálsz. Mert valaki szídott, tök mindegy, hogy igaz vagy nem. Teljesen mindegy, hogy igaz vagy nem. Ez pont, hogy nem, ez a MeToo botrányok, meg a stb. Ahol ugye már önmagában a vád is tönkre tud tenni valakit. Természetesen az esetek többségében ugye valódi ugye problémákról van szó, sajnálatos módon, de attól még az a helyzet, hogy valakit csak megvádolnak ezzel, már az önmagában tönkre tudja tenni azt, akit megvádoltak vele. Na itt ugyanez a helyzet nálad is, megvádolnak azzal, hogy rossz volt a szolgáltatás, amit adtál, nem ért semmit, amit adtál, csúszomászok mászkáltak fel alá a padlón, miközben a kezelés végezted, nem tudom, büdös volt, leégett éppen a ház mellette, te goromba voltál vele, teljesen mindegy, mivel illetnek, negatív véleménye vannak rólad, elmondják mondjuk 10 embernek, az neked nem reklám, ettől neked nem lesz jobb. Tehát az, hogy 10 embernek szídnak a hátad mögött, attól te nem leszel jobb. Népszerűbb leszel, ismerni fognak, de nem fognak hozzád bevenni. Ez ugyanaz, mint amikor olvastok valamit, hogy mit tudom én, a KFC-ben kisütötték az egeret, vagy a McDonald's-ban, nem tudom, hogy ez igaz-e, csak úgy mondom példaként, kisütötték az egeret, vagy a McDonald's-ban, hogy műtrágyából van a hús, meg ilyen hasonló hírek szoktak, ki tudja, hogy igaz-e, vagy nem, repkedni ugye a levegőben. Nem lesz kedved bemenni, és nem is lehet, hogy kedved lesz poénból, de nem fogod megtenni, hogy ezután rögvest bemész, és eszel egy jó kis sajtburgert, vagy nem tudom milyen KFC-ben létezik még a KFC-ben például, ha nem a Mekiről van szó. Tehát ez nem fog létrejönni, akkor azt szokod mondani, hogy úristen, de jó, hogy nem szoktam ott kajálni. Úristen, többet nem kajálok ott, aztán egy hét múlva persze megint ott kötsz ki, mindegy. Vagy nem, tudom. Mindenkire rá van bízva. Na mindegy, de egy a lényeg, hogy értitek a lényeget, vagy érted a lényeget szerintem, hogy a negatív reklám igen a híredet viszi, de a rossz híredet. A negatív reklám egyetlen egy embernek jó reklám, aki a show businessben van, aki majd 1 millió dollárt, 1 millió eurót, meg 1 millió forintot, vagy ki tudja, hogy milyen valutát, meg devizát fog kapni azért, hogy a legközelebbi botrányhős beszélgető showba behívják. Ott a negatív reklám is reklám volt. Az, hogy a világsztárok közül a Lindsay Lohan mennyire van lecsúszva, a Tom Cruise mennyire paraszt, meg a mit tudom én, ezek nekik tök jó reklámok, mert úgymond a tudatban van annak, hogy igen, ők léteznek. De neked ez nem jó. Tehát neked ez nem jó, hogyha valaki szíd a hátad mögött, neked nem lesz jó. Egy dologra akarok csak ezzel törekedni, és most már vége ennek a hosszú videónak. Ne hajtsatok a negatív reklámra, nem jó a negatív reklám. Jó? Nem mindegy, milyen a reklám. A lehető legtöbb esetben távozzon a vendég úgy, hogy tök jó volt a véleménye rólatok, és hogyha nem tudjátok, hogy milyen volt a véleménye rólatok, nyugodtan kérdezzétek meg fog lepődni, örülni fog neki, és általában el is mondja, hogy mi volt a véleménye.
ha valami kiugró dolog volt, akkor biztos, hogy azt be fog róla számolni. Jó, köszönöm nektek a figyelmet, sok sikert és visszatérő vendégeket, sziasztok!